Köszöntöm nézőinket! Az előzőekben fejeződött be az ünnepülés az augusztus 20-ai nemzeti ünnepünkön. Dr. Kállai Mária kormány megbízott asszonnyal beszélgetünk. Itt beszéltük, hogy nagyon sok rendezvény van a megyében, és nagyon fontosnak tartott, hogy azért Karcagra is eljön erre a szép mai napra. Ez így van, és nagyon köszönöm azt a lehetőséget, a meghívást, és gratulálok ahhoz a teljesítményhez, amiben Karcag város megijeleskedett, hiszen ahogyan polgármester úr elmondta, úgy országos, úgy a megyei kitüntetés átad ünnepségen, mint ahogyan a helyi közösség ünnepi közgyűlésén számos olyan teljesítményt volt lehetősége polgármester úrnak a közgyűlésnek elismerni, amely valamennyi az élet minden területéről ezt a város gazdagítják. Ilyenkor Szent István ünnepén az ember elgondolkodik, hogy az az állam, ahol most élünk, annak az ereje. Szent István király gondolatai intelmei fiához máig velünk élő örökségek, máig velünk élő örök hagyományok, én abban bízom, és azt gondolom, hogy méltó utódai leszünk. Hiszek abban, hogy igyekszünk sokat tenni annak érdekében, hogy az az állam, amely a saját talpán áll, polgárainak is tudja nyújtani azt a biztonságot, azt a megélhetést, azt a bizonyosságot, amelyre azt gondolom, minden magyar állampolgárnak szüksége van. Gratulálok a karcagi rendezvény sorozathoz, hiszen ez egy rendezvény sorozat, mert a mai ünnepi közgyűlés egy égköve, de folytatódik a program. Kívánom azt, hogy a város közössége, ahogyan máskor is Szent István ünnepén is tartson össze, kívánok ehhez szép ünnepet. A város és a szervezők nevében köszönjük szépen. Köszönöm szépen én is. Kovács Pál államtitkár egy nagyon szívhez szóló beszédet mondott. Na, azt hiszem, hogy nagyon fontos gondolatokat fogalmazott meg önnek. Mit jelent a mai nap? A mai nap ezer éves államiságunknak az ünnepe. Kevés nép mondhatja el magáról, pláne ilyen kis népek, mint a magyarok, hogy egy ezred éven keresztül sikeresen tudott fönnmaradni, ellenére azoknak a folyamatoknak, amit a környezetünkbe a nagyhatalmak között végbe ment. És úgy gondolom, hogy ez az év, ez az ünnepség annak a magyar államiságnak is a sikere, amely bebizonyította ismét, hogy igenis van kiút a világ szinte minden országát tönkretevő gazdasági válságból, és az a magyar példa, amit mutatunk ma nem csak Európának, de az egész világnak, én azt hiszem, hogy hamarosan követendő példává fog válni, és ismét bebizonyítottuk a világnak, ismét megmutattuk a nagyvilágnak, hogy a magyarok többre képesek, mint amire sokan gondolják. Itt a szavaiból, ahogy a pulpituson állt és mondta a beszédét, én úgy éreztem, hogy nagyon jó érzés volt önnek ma itt Karcagon lenni, legalábbis az jött vissza a gondolataiból, és örömmel jött ismét Karcagra. Hát mindig megtiszteltetés és öröm, amikor az ember a volt barátok között lehet, volt iskolatársak között és ismerősök között lehet, és tényleg öröm az, amikor egy város annyi kitüntetettel, annyi eredménnyel, örömmel büszkélkedhet, mint amit itt ma sikerült végig együtt ünnepelni, és azt hiszem, hogy ezekből a vastapsokból is az jött vissza, legalábbis a számomra, hogy mindazok, akiket én is tisztelek ezeken a kitüntetéseken keresztül, ezeket az egész város, ezeket az embereket az egész város elismeri, az eredményeiket elismeri, és azt hiszem, hogy ezek az építkezésnek azok az alapkövei, ami mentén, amint mondtam, ezer éves magyarságunkat is folyamatosan építettük, tehát csak továbbra is tudok szurkolni a karcagiaknak, csak így tovább. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, és mindenkinek áldott ünnepeket kívánok!